egy átszállással elérhető lesz Felcsút, illetve onnan Budapest eddig kettővel lehetett oda is visszajutni. A tanulmány már készül 25 millióért arról, hogy Bicskéig meghosszabbítsák a kisvasút nyomvonalát. Az alcsút és felcsút közti szakasz sem adták még át, de az újabb tervek akár egyekre is átvinnék a kisvasutat. Benyúrít a járta helyszínen. Bár október 30-a volt, a határidő még nem adták át a kisvasutat, de a felcsúti végállomás már megépült, és egyébként éppen velem szemben gyönyörű kilátás nyílik a Pancsó arénára és Orbán Viktor házára. Uniós vizsgálat megannyi kritika érte a miniszterelnök közvetlen szomszédságában épülő kisvasutat, de úgy tűnik Orbán Viktort ez nem nagyon zavarja. Sőt, november 7-én azt mondta, idézem, ha támadják a kisvasutat, meg kell hosszabbítani bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor lovasberényig. Úgy tűnik, a miniszterelnök kívánsága hamarosan teljesül. A közlönyből derült ki, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 25 millió forintért megrendelt egy tanulmányt a felcsúti kisvasút Bicskéig történő meghosszabbításáról. A tervek azonban nem csak Bicskét érintenék. Az eddig kifejezetten a kirándulóknak szánt kisvasutat gyakorlatilag tömegközlekedési eszközzé fejlesztenék, amelyel herceghalomra és egyekre is el lehetne jutni. Még látni a régi nyomvonalat, ahol a 70-es évekig közlekedett a vasút, igaz az erdő már majdnem teljesen benőtte. Valószínűleg ezt építenék legalábbis bizonyos szakaszokon újjá. A már majdnem kész kisvasuktól új út vissza Pancsó arénához és Orbán Viktor házához alcsúton pedig az arborétum vált sokkal könnyebben megközelíthetővé. Ami viszont kedvez a turizmusnak, az nem annyira kedvez a napi használatnak. Amíg ugyanis a buszjárat felcsút és alcsút doboz közepén halad, a vasút a két falu szélén, így kérdés, hogy alkalmas lesz-e arra, hogy a naponta ingázók is ezt a megoldást válasszák. Eddig 600 millió forint uniós pénzt költöttek el a projektre. Ebből nem csak a pályát építették meg, de felcsúton felújították a régi állomást, építettek új kocsi szint, amely már bent is áll a kisvasút. Kérdés továbbá az is, hogy az igen drága beruházás mennyire lesz kihasznált. Az előzetes tervek minden esetre igen bizakodóak. A legpessimistább becslés is négyszer nagyobb forgalommal tervez, mint a magyarországi kisvasutak közül a legtöbb utast szállító Szilvásváradi. Ennél is merészebb a tervezett optimistább számítása, amely évente két és fél millió utassal számol. Még nem tudni, hogy az új nyomvonalon a most készülő tanulmány mekkora forgalommal számol, de gyanítható, hogy a vállalt évi két és fél milliós utaslétszámot nem növelik tovább, inkább megpróbálják ezt elérni, hiszen ez is feltétele volt a 600 millió forintos uniós támogatásnak. Benyó Rita 724.